Na, sziasztok! Üdvözletem minden Szeged határában, és most a temesvári fővonalnak a maradványait fogjuk megnézni, meg Szerbiában egy-két mellékvonalat. Úgyhogy itt megálltunk már az első állomáson, hamarosan akkor itt is szétnézünk. De mondjad, hogy mikor beszélhetik? Ja, most már. Na, tehát volt egy olyan vasútvonal, hogy Szeged Karlovai Hév. Ez annak a Vedresháza megállóhelye. Ugye ez volt az utolsó szolgálati hely, még a magyar oldalon. És amikor Trianonnál elvágták ezt a Szeged-Karlovai hévet, akkor idáig a magyar vasút Szőrektől, illetve hát még akkor gondolom Szeged nagyállomástól, mert még volt még akkor a híd, Szőrektől idáig meghagyták a forgalmat, és mivel itt nem volt kitérő, ezért olyan vonatok voltak, vagy visszament tolva Tisza-sziget Újszentivánig, és ott körüljárt, vagy pedig, mit tudom, mondjuk a szerelvény elejéről leakadt egy AB motor, és csak azzal jöttek ki idáig. Tehát táblás megállóhely volt, de egyúttal végállás, olyan, mint például Körös-Nagyhalsány. És itt voltak a sinek? Igen, itt voltak itt a sinek. Itt ezen a földúton, így ahol van. Megy megyünk, és 1900... itt mentek tovább. És nézd meg arra, milyen hosszan látszik a vasúti pályának a helye, neki a szerb határnak. Aha, tehát ez itt végig. Igen, 1946-ban felbontották egész innen a határig a vasútvonalat, és ugye 59-ig ide kijárt még Szőregről a személyvonat. Valamikor olyan 63-64-ben felszedték a többit is. Tehát Szőregtől ideáig eltűnt a felépítmény. Körülbelül 4 év üzemszünet után. Egy idős bátyúval találkoztam, amikor fotóztam az öreget, kikáltam, 99-re jártam, kikáltam, nagyon összehavárkoztam a bátyúval, 24-ben született az öreg, és mondta, hogy ő még már akkor a vasútnál dolgozott, mikor megvolt a szegedi Tisza. És mondta, hogy az oroszok mikor ezét vertek, fahidat vertek a Tiszán, az elvitte a várvíg, stb. Mindenre emlékezett az öreg, és a kis öregnek mondtam, hogy lefotózhatom magát az épületre, mert itt lakott. Azt mondja, persze, így ilyen pici kis, nagyon barátságos bátyú ott állt. De aztán hallottam, hogy kihalt innen. De most örömmel látom, hogy azért van gazdája az épület. Pont úgy gyönyörűen látszanak ezek a... Tehát itt volt az átjáró, és ott van az a híd. A hídat érdemes volna esetleg oldalról, mert az nagyon vasúti híd. Na, azt megnézem. Ott lépszám. Igen, na, és itt a vasúti híd ez az, és itt látszik, igen, így ment tovább átlósan, és ott arra. Köves útba benne volt a kocka kő. De ott nincs, hogy emlékszik, ahogy kocka követ lettek nap. Igen? Ez 1897-es? 1897. Jó, emlékeztem. Na, ezt mindjárt megnézzük. Tényleg ezt kellett. Tényleg. 1897. Hát ez a Szeged-Karlovai hévnek a sínje. De ez a tesinet. Béja. Béja. Hát nem, még arrébb egy picit. És arrafele van az állomás? Igen. Ja, kihúzom a vágányát. A magyar határ. Egy-két mező és vége. Ja, hát eddig van meg a vágány, utána már föl van szedve. Az útátjáró után egy icipicivel még egy 20 méter pálya körülbelül, aztán vége. Alátétlemező. Ja, sínszeg, igen. Az... Akkor például sínszeges kopasztalfás. Ez a rendes standard eredeti kis hát az ilyen monarchia beli sínek ez ezek. Monarchia, ez egyértelmű monarchia. Itt is. Ez kutyafejű sínszeg, ez már nem magyar. A kutyafejű sínszeg az a szerbeknek volt. De ami rendes sínszeg, az még a magyar időből van. Ez a kutya... Jó, kitépte a csavart, nézd meg, kiment onnan. Elmentek a lukak is. És ezt idén fel is fogják szedni? Hát azt nem tudom. Nem biztos. Jó eséllyel, igen. És biztos neki ezt a sok fát ide kivágni? Mit? Hát ennél cifrább helyekről elvitték a vasutat. Tényleg? Persze. Minden ügyben. De én nem láttam olyat.
Figyelj, és ahol... utána izét nem látod, a Torontál-Széchenyi van, a Ócskavaknak össze van vágva az egész. Igen, de a Torontál-Széchenyi nagy sín volt a pár, és... Nagy sín, mert rengeteg vasat kibír. Nyilván... Nem is volt benne bokor. És ez nem az a rendes kis íheveder, ami nálunk van, hanem ez még egyel öregebb. Igen, ez a régi fajta. Itt van D97, vagy legalábbis én azt hetet, lehet, ez egy D1-es? D91. 91. Hát, lehet, igen, hogy valahonnan ez nehéz ezt megmondani használt innen. Cuccot hoztak. Aha, és itt van az ütköző bak. Ebből az alfából se sok vadat. Tehát 2010 ősz óta itt semmi nem változott. Ugyanúgy ott volt az ütköző. Hát csak nézzél, csak jobban megnőtt a gazma. De ugyanígy, semmi nem változott. És látszik, hogy a meződerekán van az alátétlemez, és utána kapasz kalfában. Tehát a legeredetibb pályaszerkezet. Tehát a sírvándorlás, gátlást. Nem, hát az alátétlemez, tehát ez nem az a fajta, mint amikor be volt vágva a síntalp. Hanem az a nagyon eredeti, számoljuk még. Dani közben vegyed, mert ugye nem jegyzetelünk, hanem te videózol. Tehát számoljuk meg, hogy a 9 méteres mezőben hány alj. Ugye itt van a sínillesztés, a alátétlemez van. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13 talpás, olyan, mint az orosháza szentes. Tehát ez már egy korszerűbb valami, nem az az ős, mert ugye 11 talpással indult. Aztán jöttek a 12 talpások, a 13 talpás volt a legkorszerűbb valami 9 méteres. 9 méteres. Csak csodálkozom, hogy ez már 13 talpás. Na még egyszer, akkor hátra tévedtünk most arra is. 1, 2, 3, 4, 5. Ez mi lehet? Ez olyan, mint egy amerikai. Faszka. És ez egy sínszeg? Ez sínszeg. Faszát. De úgy fog, mint az őrült. Na hát, ha találunk olyat, ami kijön. Várj, ez milyen sínszeg már? Azt innen meg nézd meg, valaki lebontotta a hevedercsavart. Kinek kell heveder? Az de várj, az szerintem hogy hívják? Nem bírod kivenni. De ez ruszki jellegű. De ez szép nagy darab. Megvan. Ez valami fővonali akármi. Ez nem kisi, ilyen vastag sínszeget fővonali bontásból hozhatta ide. Hát vagy ez egy maradt tartalék. Vagy mit tudom én, ilyen régi, a másik vonal, amit néztünk, vagy fogunk nézni, az a másik, a oroszlámos. Ott vannak ilyen különleges dolgok. Ja, lehet, hogy még ott találkozunk. A legszeresebben a hevedert is voltál már. Szép a sínszeg. Hát nem annyira. Tessek. 69-es. Majd ahogy tudják a Csehszlovák rendszert. Ez Csehszlovák? Ez Csehszlovák a rak. Ha jól tudom, ez a csóka török kanizsa rész, aminek ugye most a végpontján vagyunk. Itt 99-ben szűnt meg a forgalom. Annyira... Még sinóva, hogy... Annyira... Ez egy fognak, persze. 99. De nézd meg, ez a kutyafejű, ez repedésben van. Forradásban van. Igen. Az levegőben van. Tehát 24 éve szűnt meg ez a vasútvonal. 24. Akkor még megmondottad, hogy szerintem hogy nem adom. Ez évre lehet belerohadva a lemez, nem a fám. Mindegy állat a fám. Kicsit a váltó, olyan az egy... Kis és híres. Diós Győr,
Ott van. Diós Győr 1900. Mi az 1326? Ez jó régi akkor. Diós Győr, nézzék, 1326 az valami cikk szám lehet. Ja. De Diós Győr is ír. És ráadásul igen, ki is mondja, hogy Diós Győr. Na de azt mondjátok, hogy miért az állomás? Hát nem. Hanem az, hogy amikor a török világ már csökkent, tehát hogy a török vonult ki, az oszmán birodalom olvat, akkor a Tiszának ez az oldala még megmaradt töröknek, ezért van török becse, meg török kanizsa. És a túloldalt még van óbecse, meg magyar kanizsa. Tehát az a túloldali rész már fel volt szabadulva a török igallól, míg ez a bánsági rész még mindig török ország volt. Ja, hát igen, itt ózával üzészették. Nagyon durván látszik. Hát gondolom, igen. Ezt... Kavicságyozott, hogy milyen mélyen van le. Itt legalább egy 30 cm ágyozott most a szágban. Ha nem több nem semmi. Még a hasznos ágyazat is van, vagy 25. Jó, ugye kavicsba. Igen. És itt is a vágányok meg vannak, csak hát igen, ez a telephely az odaépült a egykori vasútra. De ezt támasztja meg az épületet a sínszálnak. Ez nem semmi. Ja, de ez a Kelebiaiból van, a mostani 150-esből. Annak az építés korabeli sínje. De ez már az itteni oldal, tehát hogy Kelebi a Szabadka között. Hát valószínűleg igen. Tehát építéskori sínje. Revalyes. És itt meg 1890-es Diós Győr. És akkor most? A 150-es vonalnak ezeket a sínjeit már az 1910-es években kilukázták, ilyen 30-valahány éves sínek voltak, viszont nem dobálták el mindent, hanem például a kiskörös kalcsaiba átvitték, ahol egész a legutóbbi időben ez a PRV 1882-es síneken ment a forgalom. Tehát amikor például a kiskörös kalacsa vonalon megszűnt a személyforgalom, akkor ilyen. Ez a vízdadu. Bro. Azt hittem műanyag a tetején, de nem. Semmi. Nem látok most így. Le van törve a csőre. Nem láttok benne éjszámokat? Mert nem. Ez szokott vagy... Azt pedig ott egy vonóvezeték tartó? Vagy valami, nem tudom. Az nem. Az ide tartozhatott valami. Az nem vonóvezeték tartó, mert vonóvezeték tartót azt nem hittem volna. Ilyen régi, ilyen, nem is láttam. Ja, meg ott vannak a sidák még, igen, itt is. Van, és ez volt a lakodó. Látszik a vágány is. És hát itt az elég. Sokáig megvan még a töltés is. Itt az állomás épület a vágányok felett. De nem az a típusos. Ez nem. Tehát ez nem mávos fajta. Nem is sajátságos. Ja, és ott van egy őrhely. Tehát még amíg azt tartozok. Vagy gazdasági ide. Épület. Nem? Hát az is lehet. Nézzük meg közelebbről. Hát igen, ez ennek három vágányos állomás volt, nem? Tehát ott három, kettő, egy, itt ennyi látszik. Meg kiágazott egy lakodó is. Ugye az akkor ott a lebetonozott a izért a lakodóhoz. De hát itt van mind a három vágány, csak... Ja, megvannak itt, csak benőtte a gaz, de itt sétálok rajta. Mert ilyet utána már hát nem tudom, de biztos, hogy a vasúthoz tartozott. Aha, viszont valószínűleg ott volt egy névtábla is, nem? Ott volt valahol igen, fent. Valószínű, mert ki kellett, hogy írják, hogy török kanizsa. Még figyelemre méltó ez a peron, hogy hívják, peron kerítés. Ilyeneket lehet látni nálunk is, egyébként se ezt hasonlókat. Nem ilyen strapabíróra még van csinálva. Szegecsélve. Nem ettem még meg a vasda. Porcsövekből összeállítva. Na ez még a vasúti része látszik, hogy itten ez elhanyagoltabb. Hát a forgalmi oda lehetett itt. Meg van egy kandelábel is, tehát azért itt volt világítás. Aha, aha.
Az ott szemben valami tyúkon lehet, nem? De, az. De tényleg külön el is van kerítve, tehát ez... Ott van valami nagyobb épület, nézd meg! Ah, meg ott van egy vízdalú. Ott van egy vízdalú. Az azt jelenti, hogy kiállott? Igen, ízlag. De az ablak se gyenge, hogy kiakadnál. Igen. De az ablak kedet jól tartja magát. Tartja magát. De hát nem úgy néz ki, mint alak ott lenne. De hát kinek jut eszébe onnan kibontani a téglát? Az épületnek az aljából. Biztos arra két a téglára volt szükség. Mert mik azok a létrák a tetőn? Azok tetőjavító létrák. Ha látod, mind a négy tagon van. Tehát azt, hogy javította a tetőt, azt jobbra-balra tudta vinni. Ilyeneket Magyarországon is látsz, csak nem vasból, hanem fából. Így járkáltak a tetőn. Na, és ez volt a váróterem, meg a pénztár. Ott volt szemben a pénztár ablak. Ebből pont elég annyi. Ez a női meg a férfi szakasz. Minden össze van szarva. Nem tudom, ki az, aki ide járt szarva. Ez meg valószínűleg egy ilyen szerelő akra lehetett. Ez viszont egy szelvénykő, csak nem látszik, hogy mi van ráírva. De! 12-es, 12-es. Aha. És itt van egy vízdalú. Van meg egy félig lebontott épület. Vagy inkább magától dőlt össze. Ja, tehát csókától számozzák, és akkor ez a nagy szelvénykő a 12-es. Igen, ők megfordították, amikor hozzájuk kerültek. Igen. De itt is 100 méterenként vannak a szelvények. 100 méterenként van, de ez a szerb szelvényezés, nem ez a hasonló a magyar közúti szelvényezéshöz, hogy ugyan 100 méterenként van itt a vasút mellett, de 12 plusz 100. 12 ja, plusz 200. Igen. És akkor így. Hát már nálunk 100 méterenként van. Itt nálunk 121-122 volna, ő nálunk 12 plusz 100, 12 plusz 200. Mert csak a közúton van kilométerenként szelvényező. Igen. Lefilmeztem, csak akkor nem tudtam pontosan, hogy mi ez. De itt a... Jaj, hát itt mászom, meg gondolom a gőzösök alá. Magánaljas. Hát igen, ezen a zsombújon keresztül lehetett ide bejönni. Ez szép, a C-sín, és egyik oldalt meg már hiányzik. Ekkora rés van a két sín között. Elvitték a hevedelt, meg az alátétet. Itt van a kitérő. Van rajta valami felirat? Akkor a szélzaj lesz, így nem biztos, hogy bármit is lehet majd érteni. Használhatták utoljára, megadom, akkor megszültem onnan, már nem használták. 70-es évek. Akkor cserélték át C-sínre. És ennek az állomásnak a túlvégén nincsen kitérő, tehát csak egy erről hagyta még a rakodóvágányt. Ez csak megálló rakodóhely volt. Szanádon vagyunk amúgy, azt mondtad a videóban? Ja nem, Szanád? Szanád. Szanád. Jó, oké, most már van. Most már ezt is tudjuk. Nem kötötték vissza. Lehetett egykor az a bakterház, meg a hozzátartozó épületek, és ugye innen kezelték helyből azt a kitérőt. Hát nagyjából ott, ahol ezek a pótok állnak, nem? Mert ahogy kijössz az utcától, szemben szokott menni az állomásért. És ott van a kitérőnek a vége, ott az ütköző bak, meg megvan. Nem kötötték vissza, tehát a felújításkor nem kötötték vissza a túl végére, így akkor megúszták egy darab váltó. És itt is volt egy áruraktár? Igen, áruraktár oldal. Itt lehet, hogy volt egy fa épület, nem tudom. Elképzelhető, hogy volt a tetején valami. Hát olyan... Tehát ezek szerint még itt a 70-es években akkor rakodhattak, mert hogy meghagyták ezt a kis kitérővágányt. Vagy illetve csonkavágányt. Nem tudom, az állomás épület mire esett áldozatú. Telefonvezeték.
Hát ez biztos nem a távvíróból maradt itt. Még ott kettő oszlop megmaradt. Bizony, esetleg távvírópóznák, a Porcelán szigetelő is ott van. De lognak rajta még a madzagok is. Hogy arra, nézd meg, egy olyan valami kanyarodik arra. Ah, lehetett egy kis vasúti töltés. Itt, erre gondolsz, így a töltés, a békot meg. Hát lehet, hogy az volt egyébként. Mert földutat ilyen így. Lehet érdemes volna műholdképpen meg. Szerintem, hogyha ezt megrepettél, hogy dobták ki a kicsit. Vagy erősítés, apám, mert mikor innen lecsattam, mert látod a könyöksérő, lecsattal a csúcsra. A Mokrini vasútállomás, sorompókkal. De ezek már szétsének. Itten van ne, még itt valami érdekes. Nem bírom kiolvasni. Vagy British Steel. Milyen? British Steel. Szeged-Temesvár vasút. Egy is. Itt még az Orient Express is járt. Ez nem helyi érdekű vasút. Ez 1857-ben épült nemzetközi fővonalként. Igen. Hát ezen ment az Orient Express. Szizéről, Szegedről lefelé. Ez a Szeged-Temesvár és ezen ment a Párizs-Isztambul fővonal. Ezen? Az igen. Nézd meg, Párizs-Isztambul fővonal és mi maradt belőle? Semmi. Itt most fogják összevágni, vagy az idén, vagy jövő. Tudod, mi érdekes? Bohum. A Bohum itt? Aha. Itt van valami évszám. Mikor itt? 1901. Ez a 901-es. Én amit láttál. Bocsum. Akkor ez Csesin? Ja. Az öveg kiemelő. Osztabrük. 1888, igen. Nagyon durva. Aztán megvan. Ezt nézzétek meg. Osztabrükki sín. Az igen. De mondom, hogy egy sínskanzen. Nem értem, hogy miért nem hagyják meg ezt a vonalat. Nézzük ilyen múzeumnak. Hát, oda bent semmi érdekes nincs. Van egy kis útbex. Benézzünk itt erről. Bár sok értelme nincsen, mert itt aztán semmit nem látunk. Aha, főleg, hogy itt már hiányzik a pince is. Aha. Hát itt hiányzik a padló. Hát akkor ennyi, nem megyek beljebb. Így. Még soha nemzeti ünnepen törjem össze magam, ha nem muszáj. Egyelőre ennyi. Dalon sok főnix van, ami van ez a Stácia Mecina izének az a... 1890-es. Hát itt kéne a váltónak lennie, de hát nincs itt. Hát a kiágazáshoz pedig itt kéne. Cseveder. Itt ilyen pici csak, emelre meg hogy elhozza, és emelrébb vannak a csavarok. Ez valami, nem tudom, vagy sín átmenet, vagy mi a bánat lehet. De ez meg az a sín, mint hogyha vékonyabb lenne, tehát... Nem lehet az, hogy a sín van aszimmetrikusan elvágva csak? De nem, hát a hevederen lévő lukak is. Ja, várjál, de lehet, igazad van, lehet, hogy a heveder tarítolták. Tehát lehetne az, hogy az a sín itt van elvágva, igen, ez a igen. Sín meg itt is. Csak tudod mi az érdekes? Alá van póckolva egy vassal. Tehát hát az csak kibélelte szerintem. Aha. Ez már igen. PFT-s izé. Lehet, hogy arrébb van, igen, fúrva. Az lehet, igazad van. Hát, akár lehet. Nézd meg! Ez a gyöpködés. Egy kis heveder. Szedjük le róla ezeket a szüttukat. Ennyi bokros. Jön egy bóbó, fölszaggatja vagy. Hát előtte ki kell írtani innen a gaszt. Már közé tudod milyen költsége van? Bóbván visz, eszegeti a izét. Itt. Tulódalt.
Hamarok. Vajon milyen rendszerű sén lehet? És az állomás felé. Láttam ilyen kocsiáknál is van egy csavar. Ó, ez 1924. És hogy elértem, és ugye hát nyilván abból az őrhelyből kezelték a sodompót, meg a váltókat is. Hát itt biztos, hogy nem tegnap járt vonat. Mekkora fa kinőtt a vágány tengelybe. És ezt nézzétek, egy pályakocsi. Itt a videóban, hogy prikulicának hívják. Mi csodál a prikulicának? Na, akkor a prikulicának hívják. Itt meg azért, talán már ki tudtam mondani. Ilyen vízvételező valami. Az volt régen? Ott volt a víztartály benn. És az állomás. Mokrin. Vágányok felőli oldal. Ott volt a tábla. És hát így néz ki jelenleg. És innen kiágazott egy iparvágányabb oda. Abban valamibe. Gondolom gabonatároló lehet. A porcelán csigák, és akkor így rá. Ja, papírok, és ott van szemben a pénztár. A másik oldalról. Na, Sanyi, itt van az íróasztalod. Gyere! Aha. Hát, ha videózol, akkor nem kiabálok. Á, nyugodtan. És itt a túloldalt volt a váróterem, és itt volt a jegypénztár. Ó, hát itt meg aztán minden. Miretrend? Na, viszáld! Ezt a pókhálót nézd meg, hát itt nem tegnap járt valami bármi. Fogalmi menetrend, menetrend függelék. És magyarul magasságjegy. Tényleg itt is sínszálak vannak. És itt van az állomás épület a másik oldalt, Moklin. Diós Győri váltó is. És a fele meg ott van egy baktárlánc. Melyik őtök kereste? Na, itt egy régi bakterház, amelyik egész jól bírja. Na, nézzünk csak be. Vegyünk, Dani, egy jegyet Szegedre. Ja, itt volt a pénztár? Ott, ahol be van falazva. Aha, vegyünk egy jegyet Szegedre. Hát már a tető is szépen lejött, úgyhogy... Hát, gyönyörű. Ahhoz képest jól bírja. Egyházas kőhauf van hof. És arrafele van Szeged, ugye? És errefele volt Temesvár. Jó, és itt még két távíró pózna megmaradt. Hát közben meg sajnos ilyen szaridő lett, mert szakad az eső, meg nagyon fúj a szél. És akkor a bakterház így a másik irányból. Hát igen, ez hamarosan magától össze fog dőlni. És ez valahol itt volt a peron. Itt két vágányra azért gondoltak, és azért ilyen széles a töltés. Tehát a második vágány helye itt volt, tehát szerűre látóan úgy építették, hogy bármikor ide lehessen lakni, de hát sose terkerült vásor. Hát mint a Szegléd-Szeged vonalon, az is úgy épült. Na, csak közben esik az eső, aztán folyamatosan tödölgetem a lencsét. Nagyon csak bírja már ki, hogy nem akkor, amikor alatta vagyok. Állomás? Oroszlámos. Oroszlámos, hát így néz ki belülről. Láttál valami érdekeset? Ez volt a... Nézd, hogy a papadló föl van tépe, már csak ez a várnak. Ez volt a váró. De 170-es években, 1850-es években. Az szép stílus volt. Aha, és akkor itt lehetett a... Aha, ez lehetett a pénztár. És akkor itt van az utcafronti része az épületnek. És ott van mellette egy melléképület, mindjárt megnézem azt is, a másik oldalról. És akkor itt van a felvételi épület a másik oldalról, és idek azok itt megvannak.
És még itt is van szemben ez, meg valószínűleg egy élő állatlakodó lehetett. Ott van még egy melléképület, az meg olyan csirkeónak tűnik. És itt Temesvár fele. Itt vannak a sinek, tudom. És akkor Szeged fele nézünk. Tehát itt van a migránsok épületpadlás, de hát nem érdemes jobban fölmenni, mert hát ugye a födém az gyenge, úgyhogy nem is fogok fölmenni. Már egy picit, már egy picit. Ja, oké, maradok. Vagy úgy. Oké. Nagyon durva. És akkor szétnézünk, ez egykori szolgálati lakás, csak hogy de semmit. Hát, ennyi. Ez itt a biztosítéktávra, olvadó biztosítékokkal. És egy vízdadú itt is van. Ezek és... ki tudja, az meg lehet, hogy egy fűtőház. Valahogy meg kéne próbálni oda jutni. És itt van ez a magtár. És Szeged fele pedig arra. Hatalmas zsumbúj. És itt van a WC. Ez érdekes az a valami a tetején. Na, szerintem nem megyek be. Elég ebből ennyi, amennyit látunk. A szagra meg nem vagyok kíváncsi.